Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Hát kezdjük is. Nézzük akkor, hogy mit is csinálunk. Hát nagyon egyszerű, hogy mit csinálunk. Tudást juttatunk az emberek számára. De nem csak tudást, hanem képességeket is, sőt, gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére. Tehát fontos, hogy egy kicsit körülnézzünk a világban, nem tudom, mit látsz, hogyha körülnézel a világban, csak így gondolatilag. Vajon az emberek olyan tudással, amivel az életben boldogulhatnak, mondjuk az élethelyzeteiket sokkal jobban meg tudják oldani, vajon szükség van-e gyakorlási lehetőségre, arra, hogy az ember a tudását begyakorolja, és ezáltal képességé váljon az a tudás, vajon arra szükség van-e? Mert ugye gyakorolni kell a tudást, hogy képességünk legyen belőle, ha csak nem belünk született képesség van valamivel kapcsolatban. Tehát én éltem úgy, mint egy átlagember, sokáig, meddig, 91-ig. 91-től viszont ugye elkezdtem tanulni avval kapcsolatban, hogy hogyan működik az ember, majd 98-tól elkezdtem tanulni azt, hogy hogyan működik az élet. De hála Istennek lehetőségem volt 91-től, hogy az ember működésével kapcsolatos dolgokat gyakoroljam. Majd 98-tól lehetőségem volt arra, hogy az élettel kapcsolatos tudást azt gyakorlatba átvigyem. És ezáltal a tudás az nem csak megmaradt elméleti tudásnak, hanem mivel rengeteget gyakoroltam, most gondoljátok végig, mondjuk megbeszélést valamilyen célzattal, tehát valamilyen céllal, hát gyakorlatilag magánszemélyeknek, hát több mint 1000-et csináltam már életemben, jóval. Cégeknek, tehát ami azt jelenti, hogy cégvezetőknek, azoknak is már jóval 1000 fölött csináltam életemben. Azon túlmenően képzést, tehát előadást emberek előtt, azon is jóval túl vagyok az 1000-en. Na most, ami annyit jelent, hogy kénytelen voltam ugye gyakorolni, tehát kénytelen voltam gyakorolni, és a gyakorlatot ugye átvittem képességekbe, ezért kifejlődtek olyan képességeim, ami a legtöbb embernek nincs meg. Főleg így összetetten nem biztos, hogy megvan. Na most ez nem dicsekvés, hanem ez gyakorlás. Tehát én az emberekkel konkrét foglalkozást az átlagnál sokkal, de sokkal, de sokkal többet csináltam, mint más. Hiszen az emberekkel való foglalkozást azt 34 éve kezdtem el, a csapatszervezést 30 éve kezdtem el, az emberek vezetését azt mondja, hogy 20,
mennyi, 28 éve kezdtem el, igen, 28 éve. Tehát ugye, és az emberek tanítását is akkor kezdtem el. Na most, ha ezeket a számokat megnézed, akkor tehát nem azt látod, hogy nincs mögöttem tapasztalat, rutin, főleg az emberekkel és az élettel való bánásmód területén, ami egyébként mindig érdekelt volna, csak nem érdekelhetett addig, míg erre nem találtam irodalmat, illetve nem találtam képzéseket. És én mindig úgy voltam ezzel, hogyha én valamit tudok, tehát valamit tanultam, olyan dolgot, ami nem csak az én hasznomra tud válni, hanem esetleg mások hasznára is, akkor én ezt mindig szerettem átadni másoknak. Tehát én már gyerekkoromban is úgy próbáltam működni, hogy nem szerettem követő lenni, én inkább azt szerettem, hogyha engem követnek. Tehát ezért csapatom volt mindig, mióta az eszemet tudom és visszaemlékszem, akár óvodáskoromig. És ennek van egy következmény, tehát van egy nem következménye, előzménye, hogy volt egy olyan 7 évem, első 7 év, ahol én nem kaptam leértékelést, ahol én csak biztatást kaptam és dicséretet. Hát nyilván akkor, ha megérdemeltem. De lehet, hogy akkor is, ha különösebben olyan nagyon nem érdemeltem meg. És 7 éves kor környékén kezdődött az, hogy valaki elkezdett leértékelni időnként, az édesapám volt. De addig nem, mivel az édesapámmal csak ritkán találkoztam. És tehát nem váltak el, vagy ilyesmi, hanem én elsősorban nagymamámnál voltam. És nagymamám meg sose értékelt le. De ugye nem csak nagymamámnál voltam, hanem nagyon sokat voltam én rokonoknál is, tehát mondhatom azt, hogy a rokonok is neveltek, tehát nagybácsik, nagynénik, és ők se értékeltek le, sose. Sose. Tehát később se. Tehát gyerekkoromban visszaemlékezve egyetlen egy ember értékelt le, az édesapám volt. De onnantól, amikor már én azt tudtam mondani magamba, természetesen, mert nem mondhattam ki, mert akkor idézőjelben agyoncsapott volna, ahogy ő fogalmazott, mindjárt agyoncsaplak, és én azt mondtam magamba, hogy megmutatom neked, hogy sokkal többre viszem, mint te. Na most, de ha ezt az elnyomást, mert maga leértékelés az egy elnyomás, ezt mondjuk 7 éves kor előtt kaptam volna, akkor most egész másként működnék, mint amit, ahogy most működök. Na most, ezt csak azért mondom, mert ha te bármikor leértékeled magadat, vagy leértékelted magadat, bármilyen szinten, és akkor ezt fogd föl tanításnak, bár nem fogom elmondani, hogy mit kell tenni avval érdekében, hogy ez rendbe jöjjön, de ha bármikor leértékeled magadat, például csak kicsúszik a szádon, hogy ú, de hülye vagyok, vagy ú, de hülye voltam, ez már leértékelés, akkor téged tuti, hogy leértékeltek az első 7 évedben. Oké?
Na most azért biztos, hogy az első 7 évedben, mert ha nem értékeltek volna le az első 7 évedben, akkor te is úgy jártál volna, mint én. Tehát én soha nem mondtam magamra azt, hogy hülye vagyok. Vagy hülye voltam. Érted? Sose. Sose. Tehát lényeg az, hogy az ember visszaemlékszik dolgokra, mondjuk visszaemlékszik jellemzően ugye a 7 éves kor utáni időszakra, persze vissza tudsz még azért előbb is emlékezni, de az biztos, hogyha visszaemlékszel olyan személyekre, akik leértékeltek gyerekkorban, és ugye elsősorban szülők, akkor az hold biztos, hogy 7 éves kor előtt is csinálták. Tehát hogyha én apuval lettem volna együtt, hold biztos, hogy csinálta volna, csak mivel nem voltam vele együtt, ezért nem csinálta. Sőt, ugye az első 2 évenben semmit nem voltam vele együtt, mert amikor megszülettem, rá pár hétre ő katona lett. És akkor még 2 év volt a katonaság. És gyakorlatilag, ami a leginkább meghatározza az ember életét, az 2 időszak. Ugye, amikor az ember az édesanyja hasában tölti az időt, azt a durván 9 hónapot, ez az egyik, a másik pedig ugye abból a 7 éves korból pont az a mondjuk 2 év, amire az illető megtanul beszélni. Tehát, mert általában ugye a legtöbb ember 2 éves korban már jól beszél, illetve a legtöbb gyerek, de hát a gyerek is ugyanolyan ember. Na szóval, ha te életedben ezeknek a PPS tanítások előtti időszakban leértékelted magadat, akkor biztos, hogy ez a szüleidtől fakadt. Tehát te nem születtél olyannak, aki leértékelje magát. Világos ez? Senki nem született olyannak, még az sem, aki komoly fogyatékosságokkal született, még az sem képes arra, hogy leértékelje magát. Csak onnantól, amikor őt leértékelik. Oké? Tehát, na most az, hogy mennyire értékeled magadat, és itt nem az egóról beszélünk, nem. Tehát az értékelés azt jelenti, hogy mire vagy képes, pozitív értelemben. Oké? Mit tudsz az életedben felmutatni? Érted? Pozitív dolgokat. Tehát nem azt, hogy hogyan gázolt valaki át másokon, vagy hogyan lopta el mások vagyonát, érted? Vagy hogyan lopta el a nép vagyonát, érted? Nem erről szól. Mert nagyon sok ember, akit megnézel a világban, az mások vérén, zsírján, vagy amint tetszik, gazdagodtak. Érted? Tehát nem erről szól a történet, hanem arról, hogy tisztességes úton. És ahhoz, hogy az ember tisztességes úton elérjen eredményt, ahhoz kell egy nyitottság. Tehát a világ dolga iránt. Mert hiába nem kapott valaki mondjuk elnyomást gyerekkorban, mondjuk nem értékelték le, de ha később olyan sérülések, tehát problémák révén olyan sérülések érték, hogy leromlott a hangulata, akkor az illető már nem nyitott. Hát nem nyitott. És nem veszi észre,
az elé tárolókozó lehetőségeket. Elmegy mellette. Érted? Tehát nagyon fontos, hogy az ember észrevegye az elé tárulkozó lehetőségeket, de ahhoz jó állapotban kell lennie. Ha egy ember nincs jó állapotban, akkor úgy él, mint a többi nem jó állapotú ember. Hogy esetleg mondjuk valaki felhívja a lehetőségre a figyelmét, akkor is elmegy a lehetőség mellett, mert fél. Mert fél. És a bátorság nem keverendő össze a vakmerőséggel. Egy jó állapotú ember az nem vakmerő, hanem bátor. Mit jelent a bátorság? Tudod mit? Nagyon egyszerű a bátorság. Az azt jelenti, hogy nincs benne félelem. Ennyi. Mert különben, ha nem így fogalmazod meg, összekevered a vakmerőséggel a bátorságot. Tehát a bátorság azt jelenti, hogy nincs benne félelem. Tehát, hogyha valamilyen dolog iránt bátor, akkor avval a dologgal szemben nincs félelem. Érthető ez? Tehát az ember vagy fél, vagy bátor. Érted? Tehát, hogyha egy kicsit félsz, már nem vagy bátor. Érthető ez? Tehát a félelem az leblokkolja a bátorságot. Tehát vagy bátorságról beszélünk, vagy félelemről beszélünk. Persze lehet nagyon félni, de az már egy, a félelemnek egy nagyobb foka, amit úgy hívnak, hogy rettegés. De a bátornál nincsenek fokozatok. Érted? Tehát a félelemnél van, mert van a félelem meg a rettegés. A bátor az bátor. És persze vannak olyan emberek, akik bizonyos dolgokra bátrak, bizonyosra nem. Tudod, mire nem vagy bátor? Amitől félsz. Tehát félsz, és abban a dologban nem vagy bátor. Tehát amiben félsz, abban nem vagy bátor. És ha kicsit félsz, akkor sem. És maga a félelem, az nem tud létrejönni egy jó állapotú embernél. Tehát egy jó állapotú embernél nincs félelem. Tehát ahhoz, hogy valaki féljen, szükség van arra, hogy rossz állapotban legyen. És hogy most hogy éri el a rossz állapotot, az most részletkérdés. Mert számos vagy számtalan olyan dolog van, ami miatt az ember elérheti a rossz állapotot. És ha az ember rossz állapotú, tehát fél, találkozik egy szembe jövő dologgal, egy olyan dologgal, ami mondjuk megváltoztathatná az életét. Pozitív irányban természetesen. De nem fog kezdeményezni, tudod miért? Mert vagy észre se veszi a szembe jövő lehetőséget, mert ugye a rossz állapotú embernek a figyelme az nem kifelé forduló, hanem befelé forduló. Tehát nem extrovertált, hanem introvertált. Annak, aki jó állapotú, a figyelme kifelé forduló. És ő észreveszi a lehetőséget. Na most ahhoz, hogy ha jön egy lehetőség szembe az emberrel, ahhoz az is szükség van, hogy az ember legalább, tehát nem elég, hogy érdeklődő, nem elég. Képesnek kell lennie megfontolni a dolgokat, fontolgatni. A fontolgatás, azt mondhatjuk, hogy egy esélylatolgatás, felmérése a dolgoknak, a következményeknek, stb. Stb. Természetesen a pozitív és negatív következményeknek egyaránt. Tehát szükség van azon túlmenően, hogy az ember nyitott valami szembejövő jó dologra, szüksége van arra, hogy képes legyen gondolkodni, mert a fontolgatással jut el az ember a gondolkodáshoz.
Mert mikor csak az ember érdeklődik, akkor még az érdeklődésben nem biztos, hogy benne van az, hogy gondolkodjon. Tehát ha az ember eljutott oda, de mondom, vagy eljut oda, hogy észrevegye a szembejövő lehetőséget, és megfontolja, gondolkodjon, és döntsön. Na most a döntéshez meg még jobb állapotra van szükség. Még jobb állapot. És ha ez a jó állapot nincs meg, akkor az illetővel mi lesz? Érdeklődő volt, akár fontolgató is volt, de nem mert dönteni. Mert fél a döntés következményeitől. Na most akkor nézzük meg, hogy mit tudom én, van egy ember, aki itt él ebben a világban. És mai világ, egy olyan világ 2020. március 12-e óta, ahol sokkal inkább szükség van a tudásra az ember és az élet működésével kapcsolatban, mint valaha. Sokkal. Ami annyit jelent, hogy ha valakinek nincs tudása, és mivel nem elég jó az állapota, ezért érdeklődése sincs, nem is beszélve a fontolgatásról meg a döntésről, mert ugye ez még mind magasabb állapot, jobb hangulat, akkor az illető él úgy, mint a többiek. Na az él úgy, mint a többiek, kérdezem, vajon mikor éltek jobban az emberek? 2019-ben vagy 2020-21-ben? Hát ha valaki azt mondja, hogy 2020-21-ben jobban éltek az emberek, akár bolygószinten, akkor az hülye. Erre nem tudok mit mondani. Tehát az emberek nem kicsit élnek rosszabbul. De ezt ne csak az anyagi helyzetre érts, hanem úgy általánosan. Ha megnézed a hangulatukat, közérzetüket, kedvüket, stb. Stb. Érted? Minden. De a jövedelmüket is megnézheted. És ne a gazdagok jövedelmét nézd, mert a gazdagok azok tovább gazdagodtak. Sőt, lehet, hogy nagyobb mértékben, mint előtte. Hanem nézd a többi embert. Tehát megnézed például a középréteg. Elkezdett lesüllyedni. Tavaly márciustól. A középréteg alja, tehát ami azt jelenti, hogy nem szegény réteg, csak a, ugye a középrétegnek is van teteje, meg van alja. Tehát most ne negatív értelembe értsd az alját. Hát az azt jelenti, hogy középréteghez tartozik, csak kevesebb anyagi dologgal rendelkezik. Az elkezdett lecsúszni a szegény rétegbe. Hát a szegény réteg meg a még szegényebb rétegbe. A nem középréteg, a gazdag réteg, az pedig tovább gazdagodott, akármilyen hihetetlen. De tudod, hány százaléka mondható gazdagnak a bolygón? 3%. 3. A 97% az nem mondható gazdagnak. Tehát az azt jelenti, hogy a 97% a bolygón most rosszabbul él, mint mondjuk 2019-ben. Oké? Na most... ez úgy működik, hogy van ezzel kapcsolatban egy szabály. Ha rosszabbul mennek a dolgaid, egy, nyitottabbnak kell lenned, kettő, meg kell ragadnod jobban
azokat a lehetőségeket, ami biztos. Három, tenned kell sokkal intenzívebben a dolgodat. Ennyi. Na most, ha megnézzük, tehát itt van egy olyan világ, ahol az átlag ember, tehát az a középréteg és a szegény réteg, az kevésbé boldogul, mint 2019-ben. De ahhoz, hogy jobban boldoguljon, tudásra van szükségük. Tehát, és most nem beszéltem jövőről, én most a jelenről beszélek. Tehát nem beszéltem egy olyan jövőről, ami azt mondják sokan esetleg, hogy majd lesz a jövőben valahogy. Olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. Vagy azt mondják a jövőre, hogy hiszem, ha látom. Most a jelenről van szó. A jelent meg látod. Mondj egy dolgot. Most Magyarországról beszélek, nyugati árakat nem tudom. Mondj egy dolgot, aminek nem emelkedett az ára tavaly év elejétől. Egy dolgot. Egy dolgot se tudsz mondani. A rádióban hallottam, hogy hát nem tudták tartani a tavalyi évre, vagy az elmúlt egy évre a 3%-os inflációt, hanem 3,6% lett az infláció. Figyeld, vannak olyan dolgok, amely több mint ötszörösére emelkedett egy év alatt. Több mint ötszörösére. Érted? Tehát azok a műszaki dolgok például, amelynél megszoktuk, hogy az ára csökken, úgy felemelkedtek, mint a húzat. Milyen műszaki dolgokra gondolok? Hát olyan műszaki dolgokra, ami a home office-hoz kell. Számítógépek, kamerák, nyomtatók, stb. Stb. Például amit én vettem nyomtatót, ami 30 ezer forint volt, annak a pont ugyanolyan utóda, csak más sorozatszáma van, ugyanazt tudja, most 160 ezer forint. 160 ezer. És nem használtam, vettem 30 ezer, hanem boltba, üzletbe. És nincs olcsóbb abban a típusban. Érted? Mit tudom én, az a kamera, amit ott látsz fönn. Nem látjátok, bocs. Na az a fő, mert itt két kamerával megy a közvetítés, ugye egy a Skype-osoknak, egy pedig a weboldalon keresztül. Tehát a Skype-osok kamerája az háromszorosára ment föl. Háromszorosára. Pedig az egy egyszerű Logitech webkamera. Háromszorosára. Tehát, de nézd meg a kenyeret, vagy bármit, nézd, zöldség, gyümölcs, akár. Jó, a hús az nem nagy mértékben, de az is följe ment. Tehát nem tudsz olyat mondani, aminek nem emelkedett az ára, de nem 3,6%-kal. Bár annyival emelkedett volna. Simán mondhatod azt, hogy átlag biztos volt 25%-os áremelés az elmúlt egy évben. De hát főleg március 12-től. De ugye még nem rögtön március 12-e környékén kezdtek emelkedni az árak, hanem ugye hát körülbelül ilyen táj. Na most mondom még egyszer a szabályt. Ha nehezül az élet, akkor változtatni kell, a változtatás pedig az, hogy nyitottabbnak kell lenni, tehát jobban észre kell venni a lehetőségeket, fejleszteni kell az embernek saját magát, érted? Tehát a tudását, hogy mert hiába dolgozol többet tudás nélkül.
és valami olyan dolog, tehát többet kell foglalkozni, többet kell dolgozni. Jó? Tehát többet kell dolgozni. Na most, tehát a jelennél ott tartunk, hogyha valaki megnézi a jelent, akkor valamit tenned kell magaddal, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy a jó és a rossz, az mind a kettő, az nem lineálisan kelt hatást, hanem exponenciálisan. Tehát ha elindul egy rossz, akkor kezd az be az emberek, még észre se veszik. És exponenciálisan veszik észre azt, hogy milyen negatív hatása van, de ugyanígy a jó is. A jó elindul, az emberek kezdetbe észre se veszik, és egyszer csak belendül, ugyanúgy. De most nem a jó időszak lendül be, nem tudom, észrevetted-e, hanem a rossz időszak. Tehát ha megnézed, akár mondjuk az elmúlt 4 hónap, még itt vagyunk május viszonylag elején, bár már lassan közepe, mindegy, ha megnézed az elmúlt 4 hónapot, látsz javulást bármilyen téren? Hát ha te látsz, akkor álomvilágban élsz, szó szerint, akkor nappal is éber állapotban álmodsz. Azt látod, hogy romlik minden. Hát most gondoljátok végig, elkezdődött a diszkrimináció. Tehát elkezdték megosztani két felé a társadalmat. Oltottakra és nem oltottakra. És elkezdték az oltottakat biztatni a nem oltottak ellen. Oké? És ezek a konfliktusok, ezek megjelentek a családokban is. Én látok olyanokat, hogy mivel sok embernek az életére látok rá azáltal, hogy mesélnek róla az emberek, látok olyat, hogy például, mit tudom én, szülők nem oltották magukat, gyerekek beoltották, és emiatt áll a bál. Mert ugye próbálnák rákényszeríteni a szülőket is, hogy oltsák be magukat. Satöbbi, satöbbi. Tehát most gyönyörűen elkezdték megosztani a társadalmat. Hát ez szerinted jó? És ez nem tavalyi év, ez idei év. Na most gondold végig, hogyha csak a családok egy jó része úgy gondolkodik, hogy én oltom magam, én nem, és ez valamilyen konfliktus szül, ez javítja a családban élők hangulatát? Hát ha azt gondolod, akkor te ez vagy. Hogy javítaná? Tehát akkor javulnak a dolgok? Hol? Mikor? Milyen módon? Ja, mert most mehetnek az oltottak igazolvánnyal, vagy a kártyával, tudom én, ide-oda-amoda? És akkor ez véletlen nem diszkrimináció? Csak úgy mondanám. Hát ha megnézed mondjuk az alaptörvényt, ugye az a alkotmány, akkor azt látod, hogy kifejezetten tilos a diszkrimináció. Az alkotmány előírja. Mert ha lehet egy téren diszkriminálni, például ezen a téren, akkor onnantól kezdve lehet bőrszínre diszkriminálni, vagy lehet vallásra, vagy politikai nézetre, vagy bármire diszkriminálni. Gondold végig.
Hát olyan nincs, hogy egyikre lehet diszkriminálni, a másikra nem lehet, erre lehet, erre nem lehet, erre lehet, erre nem lehet, olyan nincs. Hát olyan nem lehet. Érted? És akkor mi beleveszik az alkotmányba, hogy egyikkel lehet diszkriminálni, a másikkal nem lehet diszkriminálni. Ebben lehet, ebben nem lehet, ebben lehet, ebben nem lehet. Hát ilyen nincs, se, sehol, sose. Hát ilyen még a kommunizmusban se volt. Szóval egy érdekes világ. Ha te azt látod, hogy javulnak a dolgok, akkor te nem vagy százas. Akkor neked elmentek otthonról, az hód biztos. Tehát egy ilyen világban, ahol folyamatos romlás van, mondom, ez egy általános szabály, hogy nyitottabbnak kell lenni. Az elértárulkozó lehetőséget ki kell használni. Tudást kell azon a területen szerezni, és tenni kell a dolgodat. Ennyi. Oké? És akkor nézzük meg, hogy mi mit is csinálunk. Most nem mondom itt a végét, jó? Csak ezt. Tehát olyan tudást adunk az embereknek, amit a mindennapokban tudnak használni. Mik ezek? Nézzük meg. Az, hogy helyesen bánj önmagaddal. Oké? És ezt minden részletre kiterjedően. Például, mint ami ma beszélgettünk egy olyan dologról a nejemmel, hogy miért van az, hogy egyesek sikeresek tudnak lenni, mások meg nem. Ennek megvan az oka. Tudod, milyen oka van? Nagyon egyszerű. Energetikai oka van. De hogy most milyen energetikai oka van, ezt nem fogom elmondani. Ez képzés téma. Energetikai oka van. Az egyiknek van energiája arra, hogy sikeres legyen. A másiknak meg nincs arra energiája, hogy sikeres legyen. Bizonyám. Az egyik képes a jéghátán megélni, aki sikeres. Érted? A másik meg azt mondja, hogy oldjátok meg, mert én nem tudom megoldani. Mert az egyiknek van erre energiája, hogy megoldja, a másiknak meg nincs. Tehát az, hogy hogyan bánsz önmagaddal, az meghatározza az életedet. Meghatározza abban, hogy sikeres leszel, vagy sikertelen. Érted? Például itt az önmagaddal való bánásmódban. Mennyire ismered magadat? Olyan, hogy önismeret. Az önismeret képzésünk 4. hónapja folyik. 4. hónapja. És akkor már el is mondtam, hogy az önismeret coach képzést végezzük most a díjmentes képzés után. Egészen, ugye ez a 4-es, önismeret 4, ez jövő hétvégéig tart, vasárnapig. Na most kulcskérdés, hogy mennyire ismered önmagadat. Ráadásul az önismeret során megismerheted, hogy milyenek a környezetedben élők. Mennyiben másak esetleg, mint te? Hogy sokkal könnyebben bánj velük. Mert ha az ember ismeri a másik személyiségét, akkor nem azt mondja, hogy miért vagy ilyen hülye. Hanem azt mondja, hogy ja, tudom, hogy miért teszi azt, amit tesz, és nem hülyézi le a másikat.
Vagy például ugye a környezetünkben lévő emberek a szüleink is, nem csak a párunk. Hát akinek van természetesen. Azokkal sem árt, ha tudunk bánni. Nem beszélve ugye a gyerekekkel. De ez mind a közvetlen szűk környezet. De tágabb környezet is van a másokkal való bánásmódhoz. Tehát az önismeret mind az öt területre segítséget nyújt. Jelenleg 25 nagy témánk van. Vannak olyan képzések, ami egy hónapos, van ami kettő, van ami három, van ami négy, vagy akár még több. Havonta 30 óra képzés. Minden, szerdán és vasárnap. Szerdánként 6-tól, vasárnaponként 5-től. És van egy havonta egyszer, egy 11-től 18-ig tartó, tehát havonta egyszer egy képzésünk. Tehát ez így összesen kb. 30 óra havonta. Ebben a 30 órában adjuk át azokat az ismereteket, amihez tartozik. És addig, míg nem megyünk végig egy témán, addig nem kezdünk bele egy újba. Ez most a régihez képest szokatlan, mert régen, ha nem fejeztünk be egy témát, akkor is befejeztük. Most már nem fejezzük be. Ráadásul olyan témák is vannak most, amit még sosem tanítottam. Tehát most három ilyen nagy témánk lesz, amit még sose tanítottam. A múltkor is volt egy olyan téma, amit még sose tanítottam. Mit jelent az, hogy múltkor meg most körforgásos alapon működünk? Az azt jelenti, hogy mindig ugyanabban a sorrendben megy körbe a képzés. Tehát az ember nem marad ki semmiből, mert ha valamelyik az előző képzésből kimaradt volna, semmi gond, majd a végén hozzájut. De sose ugyanaz, ahhoz teljesen. Na most gondolj bele, van olyan képzésünk, ami régen egy hónapos volt, például az önismeret. Most a negyedik hónapnál tartunk. Oké? Vajon akkor bővült-e az ismeret? Mert régen azt gondolták, hogy ó, hát elvégeztem a másfél évet, mert úgy kezdtük. Vagy jó, elvégeztük a két évet, mert úgy folytattuk. És akkor a szedlacsik úgyse tud újat mondani. Hát akik már régen itt tanulnak, azok tudják, hogy a szedlacsik az tud újat mondani. Ami annyit jelent, hogy nekem is bővül a tudásom. És nem kis mértékben. És amit másfél év alatt régen mondjuk sikerült átadni, ahhoz a témákat, ahhoz most másfél év nem elég a témához. Mert sokkal több azóta az ismeretem. Arról nem is beszélve, ahogy mondom, voltak olyan képzések, amit félbe kellett hagynom, tehát a végét még sose adtam le. Milyen végét? Akár a felét. Sose adtam le. Mert be kellett fejezni azt a témát. Tehát, ha valaki azt gondolja, régiként, hogy a szedlacsik az nem fog újat mondani. Dehogy nem. Nem volt, tehát a képzések nagy része, régebben, mikor rövidebb volt, nem volt befejezve. Jó, tehát nézzük tovább, milyen ismeretekre még van szükség azon kívül, hogy az ember megismeri önmagát, a mások működését. Na most a múltkor nézegettük, ez ugye maga az önismeret kócsképzés, nem csak ennyiből áll. Hanem például foglalkozunk, ott is több mint egy hónapot, lehet, hogy több mint két hónapot,
azzal, hogy az energiáink hogy működnek. Nem sokára lesz egyébként. Tehát maga az, hogy megismerjük a működésünket és mások működését, tehát az emberek működését, az majdnem egy éves képzés kompletten, ha nem egy éves. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az mondjuk 12x30 óra, az 360 óra. Tehát az olyan, mintha mondjuk két hétig éjjel-nappal tanulnál. Tehát az is fontos, hogy az ember megismerje, hogy képes legyen, tehát azt gondolt, hogy itt az van írva, hogy munkád. Tényleg az van írva, mert ezt látod. Nem a munkádból kell kihozni a legtöbbet, hanem magadból. Érted? Csak magadból, a munkádon keresztül tudod kihozni a legtöbbet. Érted? Tehát az az ember, amelyik otthon ül és azt gondolja, hogy ő milyen okos és ügyes és nem csinál semmit, az soha nem hozza ki magából azt, ami benne van. Akármilyen okosnak és ügyesnek gondolja magát. Tehát az ember a munkáján keresztül tudja megmutatni, hogy mire képes. Világos ez? De lehet olyan munkát végezni, amilyen kép is meg tudná csinálni helyetted. Érted? Vagy lehet olyan munkát végezni, ahol te kell lesz hozzá itt belül a gondolataid. És az azt jelenti, hogy tényleg kihozod magadból a munkád révén azt, ami benned van. Tehát valaki dolgozik egy futószalagon, hát ott nem fogja kihozni magából a legtöbbet, az hód biztos. Tehát megtanulhatja bárki itt nálunk, hogy kihozza magából a munkáján keresztül a legtöbbet. Ehhez kell, hogy esetleg olyan munkád legyen természetesen, amiben ezt meg is tudod csinálni. Hát itt van a pénz. Kérdés. Az a baj, hogy az átlag emberek nagy részének a pénzzel gondjai vannak. Milyen gondjai? Hát olyan gondjai, hogy a pénz az minden rossznak a forrása, meg ilyen baromságok. Nem. Nem a pénz minden rossznak a forrása, hanem a gonosz emberek. Maradjunk ennyibe. Jó? Tehát azok, akik rosszra használják a pénzt. Mert aki jóra használja a pénzt, akkor ott mi baj van a pénzzel? Hm? Semmi. Tehát az embernek meg kell tanulni, hogy ne rosszra használja a pénzt, hanem jóra. És azt is, hogy hogyan kell a pénzt megbecsülni. Oké? Most gondold végig, azok az emberek fognak mellett kitartani, bárki is, akár a párod, akit megbecsülsz. Tehát akár a párodról is van szó. Tehát azok fognak melletted kitartani, akit megbecsülsz. Akiket nem becsülsz, és minél jobban nem becsülsz, annál hamarabb otthagynak téged. És tudod, hogy ezzel kapcsolatban megint egy tanítás? A pénz is így működik. Minél jobban megbecsülöd, annál több pénzed lesz. És minél kevésbé becsülöd, annál kevesebb pénzed lesz. Ilyen egyszerű. Na most ezt hogy kell csinálni? Ezt nyilván nem fogom tanítani most itt ebben az első részben. Hogyan kell bánni a környezetünkkel? A környezettel való bánásmód, csak abból a szempontból, azt mondják, hogy környezet tudatos emberek. Igen. És akkor megveszik mondjuk a villanyautót, amely mondjuk legalább háromszor
aminek az előállítása legalább háromszor környezetellenes, mint a hagyományos autója. Azon túlmenően, ugye tovább mondanám, a használata semmivel nem környezetbarátabb, ha csak nem teljes egészében otthonról napelemmel tölti az autóját. Akkor elismerem. De azért kíváncsi lennék, hogy hány elektromos autó tulajdonos tölti napelemmel, tehát napelemmel, otthoni napelemmel a saját autóját. Jó, tehát ami annyit jelent, hogy vajon nem tudom, tudod-e, hogy az áramot a világban jellemzően miből állítják elő? Hát nem környezetbarát anyagokból. Ezt csak úgy mondanám. Körülbelül a környezetbarát anyagok a villanyáram termelésben 10%-ot képviselnek. És 90%-ot meg nem. Tehát ha te azt gondolod például, hogy egy vízi erőmű környezetbarát, akkor óriási tévedésben vagy. Mert tönkretették hozzá a természetet és az élővilágot. Jó? Úgyhogy maradjunk ennyibe. Na most gondold végig, a napelemek gyártása környezetszennyező, méghozzá nem kicsit. Sőt, mondjuk egy szélerőmű gyártása és környezetszennyező. Nem annyira, mint a napelem gyártása. De az is. Tehát bármilyen gyártás környezetszennyező, csak nem mindegy, hogy mennyire. Tehát ha nem akarnánk szennyezni a környezetet, akkor a gyártást kellene abba fejezni. Világos ez? Nyilván nem fogjuk ezt csinálni a bolygón. Tehát magyarul a környezetszennyezéshez az ember abszolút nem áll jól hozzá. Abszolút nem. Legalábbis a mostani trend nem ezt mutatja. Persze erre is vannak megoldások, csak nem az, amire próbálják rávenni az embereket. És akkor nézzük tovább. Persze az is fontos, hogy az ember jól bánjon a hatóságokkal. De ehhez be kell tartani a jogszabályokat, de a jogszabályokat úgy tudod betartani, ha ismered. Elég jól otthon vagyok a jogi nyelvben. Annak ellenére, hogy nem tanultam az iskolába. Az életben kellett megtanulnom ezt a kérdést. És ez nem, ez sem átlagos ezen a téren. Mármint a tudásom. És itt van egy tizedik dolog, amit ugye a legtöbb hallgatónak ez nem probléma. De a világban, itt a nyugati világban, ahol élünk, ahova tartozunk, ugye ide tartozik Észak-Amerika, ide tartozik ugye Európa, és ide tartozik ugye Észak-Ázsia, ugye az orosz terület. Hát bár ugye az orosz nép nagy részével nincs gond, csak bizonyos a technikai fejlett résszel vannak ott is gondok. Ezt nem ismerik el. Tehát nem ismerik el. Tehát nem ismerik el azt, hogy van Istenük. Nem ismerik el. Miért? Azt mondják, hogy hiszem, ha látom. Aha, tehát akkor levegő sincs, mert azt se látod. Oké? Rengeteg dolog van a világban, amit nem látsz, és mégis létezik. Jó, tehát ugye ennek pontos folyamata van, csak ez egy komplett képzés avval kapcsolatban, hogy ez az egész hogyan történt. Tehát mi közünk van nekünk, ő hozzájuk.
és őnekik mi közük van hozzánk. Ezt most nem fogom elmondani, mert ez nem fér bele már. Onnantól kezdve én pontosan tudom azt, hogy ez hogy működik, és pontosan tudom, hogy mi a szerepük a földi életben nekik. És nem egyről van szó, hanem nekik. Van egy Isten, az a teremtő Isten, amelyikből kiindult minden. De nem egy Istenről beszélünk. Tehát az emberiség mindig az Isten szót avval hozta párhuzamba, amikor egy jóval fejlettebb lénnyel találkozott. És az most, hogy homo sapiens-szerű lény volt, kinézetű lény volt, vagy nem, ebből a szempontból részletkérdés volt. Tehát akármilyen hihetetlen, a földi emberek már találkoztak olyan sokkal fejlettebb lényekkel is, akik nem is hasonlítottak hozzánk. És ugyanúgy isteneknek tekintették. A mai világban, ugye a 70-es évektől, ugye már úgy is szokták nevezni az isteneket, hogy földön kívüliek. Tehát ez egy más megfogalmazás, de ugyanarról van szó. Na most tehát, hogy hogyan, itt a kulcskérdés az, hogy hogyan segíthetik ők a te életedet. Ez a kulcskérdés. Ezt is tanítom. Jó? Nem kell ebbe hinni. Akkor nem segítenek. Ennyi, semmi gond nincs ezzel. Jó, tehát mindenki szabad akarattal rendelkezik. Tehát, hogy te mit döntesz el, az a te dolgod. Ha te úgy döntesz, hogy neked nincs szükséged isteni segítségre, én ezt elfogadom. Semmi gond nincs ezzel. Oké? Én simán elfogadom az okos értelmes embereket is, meg a hülyéket is. Semmi gond nincs ezzel. Oké? Így szép a világ, hogy ilyen turmix az egész világunk. Oké? Szóval lényeg az, hogy ha megnézed, itt van 10 terület. Nem fontos ezzel kapcsolatban ismeretek? Nem fontos az, hogy mondjuk bármilyen élethelyzet jön eléved, helyesen tud kezelni. Nem fontos az, hogy jön egy probléma. Vagy van egy probléma, meg tud oldani. Nem fontos az, hogyha jön egy helyzet, megelőzd, hogy abból probléma legyen. Nem fontos. Vagy nem fontos az, hogy legyen élet és emberismereted? Vagy hogy képessé válj arra, hogy a célokat, bármilyen cél, amit szeretnél megvalósítani, megvalósítsd. Vagy az se fontos, hogy ezekben tudjál másoknak segíteni? Tehát amióta 91-től elkezdtem tudást szerezni, én úgy működtem, hogy amit elkezdtem tudni, elkezdtem továbbadni. Pedig senki nem mondta, hogy így csináljam. Bennem volt ez a késztetés. Ezért ugye 91 őszén voltam két vezetőképzőn, amit azt jelenti, hogy tartottak nekem, meg a többi hasonló embernek. És utána az első vezetőképzőn megkérdezték tőlünk, akik ott ültünk, olyan 30-valányan ültünk ott, hogy hány embered indult el. Nagyon érdekes volt, mert ugye a legtöbb embernek ilyen 12-13 embere volt.
És meg, közvetlen. És megkérdezték, hogy mennyi indultál. És nekem volt a legnagyobb elindulási statisztikám. Tudod miért? Mert én mindig úgy működtem, 91-től automatikusan ilyen késztetésem volt, meg van mindig, volt, és van is, hogy amit tudok, azt átadjam. És behoztam embereket, és nem csak átadtam, hanem segítettem is nekik. Tehát mentem velük dolgozni, érted? Úgy, hogy én is új voltam. És olyat csináltam már 91-ben, hogy januárban kezdtem, és márciusban már lehetett vendégeket hívni, érted, a csapatomban lévő embereknek. És én tartottam bemutatót. Hát gondoljátok, 2 hónapos tudás után milyen jó bemutatókat tartottam. Hát biztos, hogy csapnivaló volt. Mindegy, akkor is. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy én számomra mindig fontos volt, hogy ne csak én fejlődjek, ne csak én változzak, ne csak nekem legyen jobb, hanem akik kapcsolatban vannak velem, és érdeklődők azoknak is. És gondold végig, van egy olyan, hogy lelki fejlődés, aminek van 7 szintje. Ezt is tudom mutatni, hogy mi ez a 7 szint. Jó, gyorsan. Egy kicsit menjünk. Itt volt. Itt van 7 szint. A legtöbb ember itt van. Az 1-es, 2-es szinten. És kellene ezzel haladni, fölfele. Ezért vagyunk itt a bolygón. És aki nem halad fölfele, az olyan, mint mikor, tudod, vannak ilyen társas játékok. És akkor indulhatsz nulláról. Tehát kiesel a játék, a bábút kiesik a játékból, és újra indulhatsz előről. Vannak ilyen társas játékok. Na, ez ugyanez. Érted? Ha nem haladsz előre, akkor kiesel a játékból, és indulhatsz előre. A következő életedben természetesen. És akkor itt visszamegyünk, gyorsan ide az elejére. Ide. Tehát fontos, hogy haladjunk a lelki fejlődésben. Ezen a 7 szinten. Fölfele természetesen. Minél magasabb szinten vagy, annál képesebb vagy arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élj az emberekkel. És ez miért lenne fontos? Miért jó, ha nem így van? Csak úgy kérdezem. Tehát az a jó, hogy az emberek fújnak egymásra? Vagy köpködik egymásra? Hogy miért nem oltottad be magad már? Vagy hasonló? Nem ez a lényeg, hanem az, hogy 2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lennie. És ha nem lesz, annak nagyon súlyos következményei lesznek az emberiségre nézve, és az egyénekre nézve. Jó? És annak az a feltétele, hogy a 6. lelki szintre feljussanak az emberek. Emlékszem, mi volt a 6. lelki szint? A küldetés szintje. Tehát, hogy oda feljusson az ember. És utána lesz egy aranykor, az egy átmeneti időszak. És az átmeneti időszak után, tehát az átmeneti időszakban fel kell jutni a beteljesülés szintjére. Az az aranykor. De az ember úgy működik, hogy addig, míg elnyomás van, a fejlődése nem stabil, hanem állandó visszaesések vannak.
És ahhoz, hogy ez a fejlődés stabil legyen, kell az aranykor. Addigra kivonják a forgalomból a fentiek azokat, akik akadályoznák az emberek aranykorba jutását. Tehát az aranykorban nem lesz olyan, hogy elnyomás. És ha nincs olyan, hogy elnyomás, akkor az emberek elkezdenek fejlődni. És ha elkezdenek fejlődni, akkor eljutnak a beteljesülés szintjére. És onnantól kezdve azt tudod, hogy nincs, vagy nem tudom, tudod-e, hogyha onnantól kezdve kilépsz a testedből, tehát ott hagyod ezt a porhüvelyt, akkor már nincs létközi állapot. Nincs olyan létközi állapot. Tehát minden testi születés között, tehát halál és leszületés között van létközi állapot. De a beteljesülés szintje után nincs létközi állapot, hanem választhatsz. Ami azt jelenti, hogy mondjuk lejössz segíteni, vagy választhatod azt, hogy egy magasabb létformába kerülsz. Nincs olyan, hogy törlik a tudásodat. Érted? Tehát ugye nekem az előző életem, az nem itt folyt. Nem a bolygón. És lényeg az, hogy ott is embereket, illetve fejlett lényeket képeztem. Oké? Tehát választhatsz te is a jövőre nézve, hogy mit akarsz, mit szeretnél. De ez a bolygó, ez be fog sorolódni a magasabb szintű létformába. Ezt jó, ha tudod. Nem a következő 25 évben, hanem majd utána. És azok, akik itt vannak most lelkek, és nem veszik a lapot, hogy nekik fejlődniük kellene, azok pedig mennek egy másik bolygóra, mint lelkek, és ott születnek egy testbe. Méghozzá egy olyan bolygóra, ami jó kint van, és ahol nincs mobiltelefon. Jó? Se tévé, se Facebook. Oké? De van kőbalta, lehet ütlegelni az állatokat. Oké? Lehet félni majd a tűztől. Nem véletlenül a nyelvünkben még benne van, hogy tűztől is fél. Hoppá. Még mindig benne van. Pedig 6000 éve tanították meg az embernek a tűz használatát. És mégis benne van, hogy a tűztől is fél. Nem érdekes? Szóval a lényeg az, hogy lehet választani. A választás a tied. Azt tudom, hogy mit tudok, és mit fogok tudni, azt tudom, hogy abban segítenek. És azt is tudom, hogy mindent át tudok adni, ami ahhoz kell, hogy az emberek bejussanak az aranykorba. És azt is tudom, hogy ilyen kedvező áron senki nem nyújtja a bolygón a tudást. Oké? És azt is tudom, hogy így összeszedve az élet egész területére senki nem nyújtja a tudást. Ez ennyi. Ha nem hiszed, járj utána. Szaladj még köröket, semmi gond nincs ezzel. De így összeszedve, és ennyiért nem kapsz máshol tudást. Ráadásul ugye az aranykorhoz nagyon sok ember kell. Nagyon sok embernek a lehetőségét meg kell adni, hogy az aranykorba jusson. És a szervezés nélkül nem megy.
és úgy, hogy a szervezést is tudja tanítani egy spirituális előadó, rajtam kívül, na arra én befizetek. Mikor az emberek szervezésével foglalkozok 30 éve, múlt januárban. Tehát avval is foglalkozok. Tehát amikor embereknek nem tetszik, hogy én arról beszélek, hogy ezt csak itt lehet megkapni, semmi gond, keresd máshol. Nem tudod máshol megkapni. Tehát két olyan szervezet van a világban, amely nagy tudást nyújt át. Az egyik a buddhizmus, a másik a szientológia. De például, ha te buddhista lesz, akkor olyat, hogy család, felejtsd el. De olyan, hogy szientológus leszel, akkor meg a vagyonodat felejtsd el. Oké? Teljesen mindegy. És szientológiába? Ott gatyád rámegy a képzésre. De a vagyonod biztos. Na most nem leértékelem őket, nehogy, csak nézz körül, ha nem hiszed el nekem. Nézz körül. Én más szervezetre nem tudok, akik nagy tudást adnak az embereknek. De azért mondanám, hogy egy csomó olyan téma van, amit egyikben sem tanítanak. Például azt a témát sem, amit most tanulunk az önismeretben. Tehát se a buddhizmus nem tanítja, se a szientológia nem tanítja. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy ami az ember fejlődéséhez szükséges, ha bármi esetleg még kimarad, én úgyis bele fogom rakni. Világos ez? Ők nem biztos. Ennyi. És ez nem nagy képűség, keres másikat, érted? Keres másik olyan szervezetet, amely óránként mondjuk 330 forintért ad képzést. Oké? Nem fogsz találni. Jó? Lehet, hogy azt mondod, hogy a buddhisták ingyen tanítanak. Aha, azt vonulj be kolostorukba. És akkor ingyen tanulsz, érted? De a családodat nem viheted. Ha csak nem vonulnak ők is a saját szárnyukba, külön-külön. Oké? Jó, tehát meg a vagyonadat se viheted, csak úgy mondom. Na nem leértékelem őket, nagyon tisztelem mind a két szervezetet. Oké? Tehát ha ők nem lennének, akkor itt nagyon sok tudás nem lenne ezen a bolygón. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Nézz körül a weboldalunkat, és válj tanulóvá. Jó? És ha bármi kérdésed van, kérdezd az ajánlódat, vagy a vezetődet, vagy az igazgatódat, mert gyakorlatilag az elmúlt mondjuk, hát vagy 10 évben talán, nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire ne tudtam volna megkapni a választ. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, 25 perc szünet után találkozunk, sziasztok!